Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki ma este velem tart. Közben megkeresem magam a gépen. Már is itt vagyok. Szépen gyülekezünk. És mindjárt megvan a kapcsolat. Sziasztok! Így. Meg is van. Még egy kis hangot leveszek. Így. Nos, sziasztok! Most így karácsony előtt utolsó alkalommal velem találkozhattok, és egy tényleg egy ilyen utolsó pillanatos ajándékötlettel jöttem, hogy mutassak valamit, hogyha valakinek még hirtelen eszébe jut valami, akkor azt így elég gyorsan és könnyen elkészítheti, és nagyon jó pofa lehet. Tehát akkor most, hogy már azért itt vagyunk többen, meg csatlakoztatok, és remélem, hogy leszünk még többen is. Ez itt a Pentár Technika Óra, Galmár Timi vagyok, és az utolsó pillanatos ötletem nekem egy üvegnek a díszítése lesz. Egy kicsit lejjebb is hajtom, hogy jobban inkább a tárgyat lássátok, ahogy csinálom. És rögtön el is kezdem, és közben majd beszélgetünk, meg majd kérdezgetlek benneteket, de hogy addig is menjen, illetve hogy tudjon száradni, amit ugye ismételten üvegre, azt azért szerintem már mindenki tudja, de elmondom, hogy a bonding primerrel érdemes alapozni, és nézem, hogy van itt egy felbontott, mindig sem azt, tehát akkor minden is, hogy de igen, itt van, akkor inkább azt használjuk, amelyik fel van bontva, praktikusan itt a hátam mögött az eszközök, mert még folyamatában alakul, és tudjátok, hogy szeretem mondani, na ez, igen, ez lesz az, amit már nem használunk, mert az utolsó pár csepp begyógyult a tégelybe. Szóval, ugye bonding primerrel alapozunk üveget, hiszen nagyon-nagyon jó a tapadása, és ugye ez lesz az, ami egy hidat képez, hogy a festék rajta maradjon. És én ezt szeretem szivaccsal megoldani. Kicsit röpülnek az asztalról a dolgok, de se baj. És újrahasznosítós módon mindenféle kis kimosott joghurtos poharat lehet ugye használni, hogy legalább kétszer használjuk, ha már. Ugye tudjuk, hogy az üveget zsírtalanítjuk, és úgy kezdünk erre dolgozni, addig már meg sem fogjuk, és azt is tudjuk, hogy minél vékonyabban tesszük fel az első réteget, annál jobban tapad, ez festőszakik is tudják, tanítják nekik az iskolában, és ez nekünk is jó információ, hogy minél vékonyabban tegyük föl az első réteget, ugyanis az nagyon-nagyon jól fog tapadni. Egy pillanat, és még tépek egy papírt. Közben pedig megkérdezem, hogy álltok a készülődéssel.
És nem csak az ajándékokra gondolok, persze elsősorban az ajándékokkal, hogy csináltok-e még valamit, készültök, vagy most már mindennel megvagytok, mindennel, amit szeretnétek, díszekkel, ajándékokkal, és vagy pedig azért van még olyan utolsó pillanatos ajándék, hogy valaki még most, netántán holnap is készít valamit, mert ez az üveg, ez egy elég gyors dolog lesz, attól eltekintve, hogy alapozás, ragasztás és pikpak meg lesz, ám annál látványosabb. Mint látjátok, én most egy üres üveget hoztam. Ez azért is jó, mert például egy pillanat alatt megforralsz egy forralt bort, vagy készítesz egy puncsot, és beletöltöd, ledugózod, és már is mehet ajándékba egy kis saját készítésű itóka, ami azért így téli időszakban, karácsony tájékán azért egy jó pofa ajándék tud lenni. Szépen egyenletesen alapozom a felületet. Nagyon aranyosak vagytok, hogy így írjátok a jó kívánságokat. Én még nem jutottam el odáig, már jó pár napja nagyjából, hogy Facebook közelében legyek a szükséges minimumon túl, pedig nagyon szívesen nézelődnék. Na, és meg is vagyunk. Ugye tudjuk, hogy ez rendkívül gyorsan szárad. És akkor ide is nyomkodok egy picit alulra. És ez tényleg egy olyan ajándék tud lenni, hogy én ezt tényleg mindig ilyen mentő ajándéknak szoktam csinálni, és mindig sikert arat, mert hogy én puncsot szoktam készíteni, és azt töltöm be. Ugye a puncsnak van alkoholmentes változata is, meg jó kis alkoholos változata is. Ó, na! Sült gesztenyével mellette írja Lidia, igen. Na, akkor amíg ez egy picit szikkad, én így a tetejét körbe pamacsolom. Ugye egyszer megvolt a bonding, ez nagyon-nagyon gyorsan szárad. Kicsit az érkezésemmel egyszerűen nem találtam, hogy hol kell elindítani a videót, és ezért volt egy pár perces késés. Igen, tudom, hogy a kamera nem szereti a fehéret. Nem is tudom, hogy mit csináljak addig, hogy ne vakítson el benneteket, de picikét visszagurulok, és megnézem, hogy miket írtatok, jó? Azt mondja, hogy... Igen, Kolik Márti. Jó kívánságai, és... Egyebek. Kuna Sildi, szia! Szia-szia! Dalmán, neked is! Szia-szia! És természetesen igen, hát a jó kívánságok nem maradhatnak el. Ellenben tényleg nyugodtan írjatok, hogy hol tartotok, vagy már a főzés-sütés van porondon, és most már minden ajándékkal megvagytok ilyenkor 23-ára? Meg hát nem tudom, biztos van, aki dolgozik, mert aki szerencsésebbek tudnak kivenni Szabit, vagy otthon dolgoznak, és, de hát ugye azért biztos van, aki dolgozik, már hogy be kell mennie a munkahelyre is. Na, ennek még egy picit kell száradnia, viszont addig előveszek így szalvétákat, hogy milyen mintát is tegyek rá, ugyanis azért egy ilyen boros üvegre, például a kis szalvéta az nem annyira jó. Szabó Ezsi mondja, hogy ő holnap dolgozik, és csak utána tud készülni. Az azért tudom, hogy elég húzós így. Igen, nekem is volt ilyen, mert igen, mikor még munkahelyen voltam, és igyekeztem Szabit kivenni legalább az utolsó napra, ha nem is arra a hétre, de az utolsó napra. Igen. No, tehát
nagyon, nagyon jó pofa szalvéták vannak itt. Nézegettem, van egy ilyen festmény, ilyen kis téli jelenet. Egyébként ez mind ilyen maradék szalvétából, amint látjátok, ez is az, maradék szalvétával megoldható. Össze lehet festeni, akkor van itt például ez a kis játékboltos, kirakatos szalvétácska, ez is egy ilyen kis maradék szalvéta. Na, Marika, de jó, jól sem, hogy az ajándékok készen vannak, és már el is pakoltál, igen. Sütik is megvannak. Hú, hát nagyon-nagyon jó vagy. Más már csak a főzés van hátra. Igen, igen, nagyon-nagyon klassz. Na, és akkor én itt közben nézegetem, hogy szerintetek melyik legyen, melyik tetszene. Tehát mondom, van például egy ilyen jó kis téli jelenet, egy ilyen játékbolttal. Ó, Ildi, töltött káposzta, kész, semmi más nincs még meg. Legalább az megvan, Ildi, legalább az megvan. És még van egy holnap, egy egész nap, nem egész nap, de figyelj, és előttünk egy éjszaka. Hát ne viccelj, mi nők azért csodákra vagyunk képesek, nem igaz? Játékbolt, na, már Évi írja, hogy játékboltos tenne. Akkor ugye van még ez a festményes, még ezt a másikat nem is mutattam, bár ebből ugye hiányzik a kocsinak a másik vége, de ez a csoportosuló pár, meg ez a szán, lovas szán hölgyikékkel még ez is játszhat, illetve van még egy ilyen kis cuki téli házikó gyerekekkel, szánnal, ilyesmivel. Enikő, kóstolgatod a mákos beiglit, jól teszed, jól teszed. Szia, Györgyi. Na, és úgy látom, rám maradt, hogy eldöntsem, hogy melyiket teszem fel, mert még egyelőre csak egy játékboltra érkezett szavazat. Na, ugye milyen szépek a nőcis szalvék, igen, igen, nagyon bájos ez a festmény, igen. És már majdnem megszáradt az alapozónk. No. Na, akkor van már egy szavazat a festményesre is, jó, akkor egy-egy. Mostanában csúnya mintásak vannak. Igen, ezek nekem régi szalvétáim, őrizgetem őket féltve, illetve hát eddig tartogattam, aztán mostanában kezdtem elengedni ezt a rengeteg szalvétát. No. Téli képet vagy szánkósat tenném. Na, akkor már kettő van a téli képes. Ugye a gyerekek ismétlődnek, mert arra gondoltam, hogy... Na jó, akkor szánkós, régi mintás stílus tetszik, aha, aha. Szános, szános, a lovas szára gondoltatok, ugye? Na jó, akkor ezt teszem, megmutatom ugyanis akkor nektek, hogy hogyan lehet összeépíteni több szalvétából egy képet, tehát hogy hogyan építünk jelenetet több dologból. Mert akkor ez is rákerül, és ez is rákerül, jó? Na, ez csak azért volt, hogy addig is száradt itt az alapozás, és fantasztikus, mert szinte tökéletesen száraz, ilyen nagyon gyorsan. Megszárad, ezért is szeretjük, mert azt a bonding alapozót, meg azért is, mert egy csuda jó anyag. A következő az az lesz, hogy azért egy réteg akrilt felviszek, hogy az legyen a háttere, hiszen ugye annyira vékonyan alapoztam, hogy látjátok, nem mindenhol tökéletesen fed, de ez nem baj, nem kell ettől megijedni, és ennyi alapozás untig elég is neki.
És akkor most fogom, nem szoktam ilyenkor kimosni a szivacsot, ugyanezzel a szivacssal rátolom a fehér festéket, és ez lesz egy alapszín. És akkor úgy látom, hogy igen, ez a téli jelenetes is tetszik nektek, gyorsan megpaskolom. Aha, a téli bolt és szánkó, itt már keveredésre is vevő lenni a Marika, de inkább ilyenkor, én például nem szoktam a stílusokat keverni, tehát figyelek arra, hogy milyen stílusa van a szalvétának, milyen a rajzolata, és nem szoktam keverni, mert mégiscsak szebb az összhatás, hogyha hasonló jellegű szalvétával díszítjük, és abból sokkal jobban egybesimul a minta. Én ezt is fontosnak tartom, de hát természetesen mindenki, tehát azt pontosan tudom, milyen az, amikor beleszeretünk egy szalvétába, és akkor feltétlenül azzal akarunk dolgozni, és ez is teljesen érthető. Most itt az egyszerűség kedvéért én nem kentem le az alját, ezt célszerű ugyanúgy festeni, csak akkor ugye szárítani kell, tartani, először az alját megcsinálod, megszárítod, akkor már le tudod tenni, utána mehet a többi. Most ugye nekünk azért ennyire nincs időnk, hogy mindent ennyire nagyon-nagyon alaposan, részletesen, mert azért gondolom, hogy így utolsó nap azért mindenkinek van még sok minden feladata, és azért közbe beszorítjuk ezt a kis technika órát. Nos, gyorsan megpaskolom. Igen, tudom, hogy rossz választás volt a szép fehér pulóver, ami egy kicsit ilyen karácsonyis hangulat. És most jól kivilágít a fehér papír, meg a fehér alapozás. Nézzétek el nekem, nem sokára, ha megszáradt, akkor elveszem itt ezt a papírt, és amikor már ragasztunk, és már kép van rajta, akkor már egész más lesz. És akkor a száját is körben nyomgatjuk. És azért ugye a festéknél már figyelünk arra, hogy tényleg most már mindenhol fedjen. Én ezt a titánfehér akrilt használom, azt szeretem pont azért, mert annyira jól fed, hogy amint látjátok, egy rétegben is elég volt vele bepamacsolni szivaccsal, és remekül fedett. És ennyi elég is, nem kell két rétegben. És meg is vagyunk. Kicsit arrébb húzom, és jól lehet látni, jó, örülök, köszönöm a visszajelzést. Igen, igen, mindegyik szép. Tényleg nehéz választani, az ember legszívesebben mindent megcsinálná, igaz? Valóban. Na, akkor ezzel megvolnánk. Még paskolok a tetejére pára. És akkor addig körbetépem a szalvétát, hogy ugye tudjuk, hogy az a jó, hogyha tépett a széle, mert akkor opszika, mert akkor bele simul jobban, tehát ha vágott a széle, akkor az jobban meglátszik, és most egy picit hozzáértem, de semmi baj, tehát itt fönt már tépem is, már készülök hozzá. Ugye itt van egy épület a háttérben, és majd ezzel próbálok valamit
ügyeskedni. És ebben az esetben, amikor ugye a szalvétát úgy tették, illetve ez a széléhez van az épület, most letéptem minden a tetejéről, és nézzétek meg, így fogom összerakni, és itt most jól is jön az, hogy van egy ilyen éles vágása, és ezt fogom összevarázsolni, hogy az épület meg lesz hosszabbítva egy picikét. Így fogom megcsinálni. Hát igen, hogy miért nem gyártanak, az rejtély, hogy miért nem gyártanak. Évről évre egyre kevesebb jó szalvéta van, sajnos. Nos, azért ugye ez egy picit lassabban szárad, de elfelejtettem ide hozni hajszárítót, de már is hozok egy pillanat türelmet. Így már gyorsabban fog menni a száradás, meg a ragasztás is. No, erről van szó. A pillanatnak ez. Ági, de irigyellek érte. Aha, Szabó Erzsébet is írja, Erzsike, hogy ha megtetszik valami, akkor inkább többet vesz, mert tudja, hogy jövőre nem lesz. Hát bizony van így. És azzal találkoztatok már, hogy van egy sikeres szalvéta, még akár lehet, hogy pár évig lehet is kapni, aztán eltűnik. És akkor egy másik cég lekopintja azt a mintát. Viszont az már nem annyira szép, nem annyira jók a színei, szóval olyan láthatóan koppintás. Én ezeket sajnálom, mert igazán ritkán van az, hogy az tényleg szép lenne az a koppintás, mert hát az eredeti mindig az eredeti volt a szebb. Mert ilyennel találkoztam én azért egy párral. Na, alakuló. Igen. Pontosan, Enikő, ahogy írod, hogyha egy kinyomtatott papírt szeretnél felragasztani, akkor előtte egy kicsit be kell vizezni, utána le kell áztatni róla a vizet egy papírtörlővel, és utána már lehet is ragasztani. Pontosan, nagyon jól írtad. Ó, igen, én is nagyon sokszor van úgy. Én főleg a sötétebb színeknél tapasztaltam, vagy pirosnál, vagy erős kéknél, vagy sötét zöldnél, bordónál, hogy elfolynak a színek a szalvétán, ugye? Én is tapasztaltam már ilyet. Nem mindegyiknél, de van amelyiknél, igen, sajnos. Nagyon óvatosan kell kenegetni. Ja, hogy a szalvéta, igen, a szalvétára mondom, Erzsike, én is, hogy a szalvétán olyan, megveszi az ember a szalvétát, és engedi a színt, amikor ragaszt.
Igen, igen, gyűjtött szalvéta, ami nem annyira jó minőségű. Igen, a két rétegűek, azért a három rétegűek, ezek ilyen erősebbek, egy kicsit más a papír, amire készítik. Na, szuper, meg is van, és akkor itt van az üvegünk. És akkor fel is teszem az első szalvétát, ami... aminek azért az alját, mivel följebb teszem, mint a széle, és hogy belesimuljon, ne látszódjon, azért megtépkedem. Így, mi? Finoman azért a hölgyek lábánál megmaradjon a lábuk. Én nem szoktam vízzel, ecsettel húzni, mert olyankor szétázik egy szélesebb felületen, és sokszor, amikor az ember veszi szét, akkor viszi a mintát is, a papírrost. Én jobban szeretem szárazon tépni, mert ott tépődik el, ahol én akarom. Nem ott, ahol ő gondolja. És akkor ragasztunk, illetve megnézzük, hogy hogyan lesz jó. Tehát egy biztos, hogy ezt föltesszük, ehhez egy, mivel nagyobb felület, egy kicsit nagyobb ecsetet veszek elő, és akkor a matt dekupázs ragasztólakot, ugye hengeres felületnél lefogod a szalvétát, felhajtasz egy részt, vékonyan, nagyon vékonyan megkened, egészen-egészen vékonyan, éppen csak beletapadjanak majd a szalvéta rostjai. Felsimítjuk. Belenyomkodjuk. És akkor a folytatás. Az pedig úgy, hogy másik oldalra hajtom, és szintén ezt is vékonyan. Kenem nagyon vékonyan. Még egy... megemelem, amennyi. Tehát ez mondjuk három darabból. Megint visszahajtom, még egy kicsit húzok is rajta, de csak egy egész keveset. És az utolsó rész is következik. Nagyon egyenletesen, sehol se legyen vastagabb, mert akkor átáztatja a szalvétát, és persze mindenhol legyen, hogy mindenhol beletapadjon a szalvéta, és még bele is nyomkodom, és egyelőre még nem kenem fölülről. Na hát. Igen. Pontosan, pontosan. Néha nehéz szétvenni a rétegeket, nagyon óvatosan kell. Ugye most a rásimításnál belenyomkodom, így eltűnnek a pöttyök a széléről, tudjátok, amivel összefogják a rétegeket. És maradéktalanul mindenhol, én nem szeretem elsporolni ezt, mert szerintem így lesz igazán szép a ragasztás, és ugye most az következik, hogy megtervezzük, hogy hogyan is fog ez kinézni. Tehát itt vannak a szép nőcikék, és van, ugye elég sok, tehát az egynegyed szalvéta majdnem körbeéri az üveget, de hát azért még egy elég jókora rész van itt. És itt vannak még a beszélgető hölgyek,
akik akiket úgy ide lehetne tenni. Mindjárt megnézzük, illetve mutatom nektek is, hogy kitöltse. Ők itt az előtérben itt fognak állni, de előtte, ugye, ahogy mondtam, ha-hó, remélem, hogy megvagytok. Igen, megszakadt, igen, megszakadt, nálam is, hát reméljük, hogy nem lesz gond, és ki fogja még bírni. Szóval akkor folytatom gyorsan, tehát akkor amit itt mondtam, hogy a másik feléből egy folytatást csinálunk, és csalunk egy picit az épületnél. És akkor majd meglátjátok, hogy lesz ennek a lényege, vagy hogy mire gondolok én itt. A lovaskocsi nem fog szerepet játszani, csak az épület, hogy ne legyen félbevágva, ezért. Egy kis toldást érdemes csinálni, és akkor az pedig úgy fog kinézni, hogy először is levágok egy csíkot a széléből, aztán majd megmutatom nektek is, hogy mi a lényege. Hát magyarán csalunk, és egy picit toldozunk, foldozunk, hogy jól nézzen ki. Hogy itt ne ismétlődjön. Aha. És aztán majd ide tesszük a hölgyeket, és a lovacskákat pedig szépen kitakarjuk, illetve majd megfestjük. Nem is, inkább kitépem, és a maradékot megfestegetem. Szóval igazából csak egy kis épülettoldást fogok én itt most eszközölni, semmi mást. És majd annak is a másik vége a ködbe vész. Tehát azért csak kitéptem ezt a részt. Tehát most lovak már vannak a másik oldalon, és csak az épületre van szükségünk. Uh-huh. És akkor felragasztom ezt a maradékot ide. És így, amíg nem kentem át, ez még száraz, alulról már oda van, de fölülről még nincs. És akkor megkenem vékonyan. És oda passzítom. Mi? És akkor úgy döntök, hogy ennek az oszlopnak itt vége van. Egy lámpa, egy oszlop, és kész. És majd itt egy kicsit a festéssel kipótolom ezt a részt. Nem tudom, hogy majd mutatom közelebbről is, hogy mennyire látszik most, vagy mennyire látjátok. Csak felsimítom ide. És akkor meghosszabbítottam, nézzétek az épületet egy kicsit. Van folytatása, és itt úgy csináltam, mintha itt lenne vége. És még mindig előkapom a három hölgy és egy úr, amit itt gyorsan-gyorsan körbevágok, csak septiben tényleg. És még az is lehet, hogy én ezt a
Kalapos bácsit nem teszem oda, csak a három hölgyikét, mert attól függ ugye, hogy mennyi hely van. És én azért úgy látom, hogy itt azért annyira nem széles a hely, tehát fogom. És odapakolom őket, és a háttérben pedig esik a hó. Aztán, amikor majd szárítok, majd visszanézem, amiket írtatok. Úgyhogy a bácsit már most rögtön le is vágom róla, nem is próbálkozom azzal, hogy rátegyem. És akkor csak a szép nagyszoknyás nénik vannak, és az alján a kis hó, azt majd meglátjuk. Tehát most itt vagyunk, és erre az üres helyre ők pont beférnek. Itt állnak majd az előtérben, hogy legyen egy kis hely a másik hölgy koszorú mellett. No, és már ragasztom is, és aztán mutatom nektek is közelebbről, mert így lehet, hogy nem mindent láttatok. Erzsike, azért kell vágni, mert az kell, hogy nagyon pontosan a figurák körvonala legyen meg. Ha van üres helyed bőven, és utána azt le akarod festegetni, ami mellettük van, akkor nyugodtan tépheted, mert ugye a tépéssel van mellette még plusz a környezetéből is, és azért érdemes kivágni, ami nem egy nagy ügy így, mert így nem kell azzal dolgozni, hogy még lefesteget azt, ami mellette van. Na, ragasztózom is. Tényleg nagyon kevéssel. És ugye őket egy picit lejjebb teszem, mert ők közelebb vannak, tehát nagyobbak. Ugye ez egy picit így, ugye tudjuk, hogy ami közelebb van, az nagyobb, ami távolabb van, az a kicsit kisebb. Tehát a többihez képest őket kicsit lejjebb teszem, ami által úgy tűnik, mintha közelebb állnának. És akkor a lovas kocsi a hátok mögött fog elmenni. Inni. És azért is, mert nézzétek, hogyha nézzük, ott a lovaskocsi, ők itt állnak elől, és akkor nincsenek túl közel ehhez a másik sétáló pároshoz. Na. És akkor ezután következik a felülről ragasztózás, és aztán már csak egy kis díszítés, meg egy kis festés. Jó. Nos, akkor gyorsan elkapom a nyakánál, és fölülről átkenem. Őket is, mindenkit. Ugye tudjuk, hogy fölülről bővebben, hogy hadd szívódjon át az a ragasztó. Az egészet egybe, ez azért praktikus, mert én szeretem így, mert addig le tudom tenni, a másik oldalát is tudom, nem kell közben szárítani, és amikor körbe megkentem, akkor már csak egybe szárítom az egészet. Na.
kezünkkel átsimogatni sosem árt. Itt az esetleges nem odavaló dolgokat is át tudjuk, vagy el tudjuk simogatni így, ha kezdene ráncosodni, még most el tudjuk könnyedén simítani. És ezt, ami túllóg, ezt akkor lekapjuk innen, így, né. Hoppá. Ebben volt még egy csepp víz. Jó, majd megszárad a papír. És akkor egy kis szárítás, és addig nézem, hogy mit írtatok, jó? Évi kérdezi, hogy szalvétát először csak alulról, és nem egyszerre alul és fölül. Nos, hát igazából mit tudunk mondani? Láttad, Évi, hogy tökéletesen működik így is, hogy én először csak alulról belesimítottam, körbe mindenhol mindent, amit akartam, felraktam, és csak utána kentem fölülről, és tökéletesen működik így is. Ahogy teszem, itt van egy lámpám, amit elfelejtettem felkapcsolni. Bizony, bizony. Na, mindjárt megszárad, és akkor már csak egy kis festés, és jó sok hó, mert a hó ápol és eltakar. Na. Szia, Andi! Igen, igen, Erzsike, ahogy írja, hogy így, ha így csinálod, akkor valóban, ahogy én is mondtam, hogyha esetleg ráncos lesz, vagy valami, akkor így lehet menet közben korrigálni. Ehhez az egy kulcs fontosságú, hogy ráérezzen az ember, hogy amit alulra ken, az milyen vastag az a réteg. Ha túl sok, akkor nagyon ráncos lesz a szalvéta. Ha túl kevés, akkor meg nem tapad bele. Tehát igazából egy vékony réteg kell, amiben jól belenyomkodom a szalvétát. És akkor tulajdonképpen nagyon budis sem lesz, meg ráncos sem. Szikkad, amíg én veszek elő festéket, mert akkor ötleteljünk egy kicsit, hogy ugye milyen színekkel érdemes ugye kiegészíteni. Egyrészt ugye az egyértelmű, hogy itt van egy épület, és itt a fejük fölött ezt meg kell hosszabbítani, ahogyan itt is látjuk. De ugye itt alul van egy lépcső, aminek itt nem ártana folytatódnia, és persze itt is az épületet hosszabbítjuk meg eddig. Utána viszont van még egy kicsi ebből a háttérből,
ami mondjuk így az utca túloldalán egy ködbevesző, havazásba alig látszó épületet mutat, de mondjuk, ha ez éppen még jobban a ködbe vész, akkor sincs semmi. És ugye itt pedig már hó minden mennyiségben, illetve a háztetőkre is havat lehet nyugodtan tenni, de mindjárt mutatom, még ezt egy kicsit kell még szikkadnia, de addig veszek elő festéket. Érdemes igen kipróbálni. No, és akkor mit gondoltok, hogy ide mi kell? Hát amit én itt látok, ugye van egy ilyen barnás-narancsos összhatás, amihez fog kelleni nekünk mondjuk egy kis gesztenyén színű festék, ami eleve egy kicsit narancsos. Fog kelleni nekünk mondjuk egy sárga, és azt hiszem, ami már megvan. A piros is nem árt, hogyha van. Bár ezek hidegpirosak, ezért egy melegebb tónusú pirossal próbálkozom. És barnából még én úgy látom, hogy ide egy kicsi sötétebb barnát tennék, földbarnát, mert abban van fekete is. És ugye ezekkel, ha világosítom, akkor már helyünkön leszünk. És most egy kisebb ecsetre lesz szükség. Azzal lehet majd jól dolgozni. Írni. Sőt, inkább ez, amivel lehet. Azért szeretem az egyenesre vágott ecsetet, mert ugye lehet vele szélesen is húzni, és lehet vele a keskeny oldalán is vékonyabb vonalakat húzni. És akkor jöjjön. Hagasztóra most már nincs szükség. Vízbe tesszük. Meg megvan, ezt kerestem. Ezen fogom a színeket kikevergetni, ezen a kis üvegtálkán. És nézzük is, hogy hogyan alakulnak. Ugye azért egy fehérünk van itt, kibontom a színeket. Oké, sárga, piros, barna, bizony, nagyon-nagyon jó, Enikő. Rizspapírnál is így kell kenni. Én így szoktam a rizspapírnál is. A rizspapírnál vastagabb réteget teszek alulra, hiszen vastagabb, mint a szalvéta. És ugyanígy belesimítom, és utána fölülről szintén vastagabban átkenem. Házi restaurálás, az bizony az lesz, igen. Jó. Nos, akkor itt bontogatom a színeket. Tudjátok, hogyha régen használtatok egy festéket, és akkor kiül a tetejére egy ilyen átlátszós réteg, nem megijedni, felkeverni, illetve belekeverni, mert az csak annyi, hogy szétváltak az összetevők, pigmentek kicsit lejjebb szálltak a festékben, és akkor így összekevered, és tökéletesen működik. És akkor most jön a pingáló asszonyok. Itt vannak a festékek, és előveszem. És a fehérre is szükség lesz, hiszen itt van egy egészen világos sárga, egy egészen fakó sárga. Most nekem napsárgám van, ugye létezik világosabb sárga is, de én most a napsárgát fehérrel keverve fogok egy világosabb sárgát
készíteni, amivel az alapot oda teszem. Napsárga nagyon-nagyon erős, úgyhogy tényleg nagyon kevés is elég belőle. Tehát először érdemes a legvilágosabbat megfestegetni, mert utána a többivel rá tudunk menni. Tehát akár még úgy is, hogy az egész fehér felületet egy picit áthúzod, ott, ahol az épületről van szó. A háttérben, és akkor fokozatosan sötétítünk a színekkel, és nézzük, hogy mi a következő árnyalat. A következő árnyalatban már van egy pici vöröses barna ebben a napsárgában. Azzal is húzunk néhány csíkot. Kicsit, hogy jobban fusson, egy pici vizet teszek hozzá. Mutatom közelebbről, hogy itt vagyok most, hogy kentem a háttérbe egy picit fehérrel kevert sárgát, mert ugye itt a fényes részekben ez van, és akkor utána jövök, és hosszabbítom meg a következő tónust. A benne levő fehéres sárgáshoz vettem a gesztenyéből, és hosszabbítom meg, ahol ilyen színt látok. Mindenhol. És megint teszek hozzá egy kicsi barnát. És így lehet játszadozni vele, hogy így próbálkozik az ember, és ugye az épületnek vannak ezek a függőleges vonalai. Most jön egy olyan csík, amiben egy leheletnyi, olyan háromszörszányi pirosat is teszünk, mert azért az is egy elég markáns szín. Ezzel, vagy úgy is mondhatnám, hangyabokányi pirosat. Nagyon-nagyon kevés kell, éppen hogy csak. És most már elkezdem a sötét barnát is hozzávenni, a föld barnát, de ennél is egy picit tompa árnyalatot ugye a fehérrel tudunk, fehér hozzákeverésével elérni. Fehér, hogy egy picit tompuljon. Viszont, ha fehéret teszünk, elkezd a földbarna vörösessé válni, úgyhogy teszünk hozzá egy pincurka feketét is. Nagyon óvatosan. Igazából így ennyi elég is, itt a vizem, mert azért itt a vonalaink azért, és ez a megfelelő szín, amivel meghosszabbítjuk, igen.
És itt pedig szintén egy kis feketével belemegyek ide az épületbe. Úgyhogy per pillanat itt tartok, hát itt a fejük fölött már egész jól alakul. Ennyi. Igen, itt arra kell vigyázni, itt a hölgynek van egy ilyen tollas karapkája, amit nem ártana láttatni. És egy pici piros. Hát ez egy ilyen történet, hogy picikét ide kell koncentrálni. Még egy kis fehér ecsenek, és mindjárt meg vagyok, és ott pedig már a lépcsők következnek, tehát ide rövidesen behúzzuk a többit. Ha túl erős lett egy szín, akkor kicsit ilyen fehéres árnyalattal rámegyünk. És nagyjából itt lesz a lépcsőnk folytatása, amiben szintén van egy kis piros és barna. Így, és aztán majd egy kicsit rámegyünk, és ködbe veszítjük az egészet. Na, lényegében ki lett egészítve, most már csak egy kicsit ez a háttér hiányzik itt, ami megszakadt. Jó kis türelemjáték, így van, így van. És tényleg, a festegetés az valóban, de megéri, mert azért... azt összehozni, hogy különböző szalvétákat, azért az kihívás. Illetve hát, ha már inkább úgy mondom, hogy egy szép munka, egy szép teljesítmény, az már egy kicsit a szimpla dekupázsnál már egy kicsit több. No. Így. És ezzel meg is volnánk. Kapok egy olyan ecsetet, egy ilyen macskanyelv ecsetet, amivel, és akkor még egy dolog, hogy kedvencem ilyenkor télen ez a jégkék, amivel az eget nagyon szépen meg lehet. Nézzétek, mennyire kis finom ez a kék itt. Arra mennyire látszik. Igen, kivilágít. Na, a lényeg, hogy ide az eget szépen meg lehet hosszabbítani, itt már nagy elnagyolt ecsetvonásokkal, és akkor ezzel a kékkel egy picikét ide is megyünk, hiszen a havazásban meg egy, persze egy pici fehérre,
Egy kicsit még ezen az épületen tompítunk, hogy ez ne látszódjon annyira itt a háttérben. És ugyanezzel a kékes, fehéres ecsetünkkel. Egy picit az épületre is rámegyünk, hogy itt a havazás, de nagyon-nagyon minimálisat, hogy a havazás picit elviszi. Nem látszik annyira. Tehát mindig támpont az, amit a szalvétán látsz, és segít abban, hogy milyenre készítsd el majd, amikor hiányzik valami. De hogyha arról van szó, akkor el is lehet ezt engedni, és akkor le lehet festeni, és lehet mást is kialakítani. Úgyhogy ez nem szentírás. És a többi lukra pedig már nem is foglalkozunk, hiszen simán lehet havat kenni majd. És a havazásba vész szépen finoman a többi része. Na. Még itt fölül a nyakát megkenem kékkel, mert majd ide esik a hó erre a kiálló váll részére. Ez pedig legyen kék. Pár mozdulat. Oda nyomkodjuk a festéket ilyen szabálytalanul. Az sem baj, hogyha nem fed teljesen. Mert az olyan, mintha felhők lennének. És aztán a többi részre pedig havat fogunk pakolni. Nem keveset, viszont sokat. Ugye erre jó lesz a hópaszta, vagy a könnyű modellpaszta, vagy a hókristálypaszta. Hát így nagyjából bepamacsoltam kékkel. És akkor egyelőre így nézzünk ki. Megvan az üvegünk, és most már csak a díszítés következik. Ennyi volt a festés. És ugye természetesen, hogyha ezt valóban ilyen utolsó pillanatos ajándék gyaránt készítitek, akkor egy olyan mintát érdemes választani, amit csak felragasztasz, és kész. De ha van időd, vagy szeretnél ezzel ilyen kicsit játszani, alakítgatni, akkor lehet egy ilyen összeépített verziót. De hát ugye nagyon sok olyan szalvéta van, ami önmagában is önálló minta, nem egy folytatólagos, elejére, hátuljára egy-egy minta, és egy kis csillám, egy kis hó, és már is megvan a gyors ajándék. Jaj, örülök neki, Mária, hogy szereted, imádod az összefestést. Ó, igen, Erzsike írja, hogy erdei motívumos hógömböt csinált, és hogy részekből rakta össze. És jól sikerült. Na hát, gratulálok, Erzsike! Ez óriási, nagyon. Ennél nagyobb elismerés nincs, amikor már te sem találod meg, hogy mit hova illesztettél, akkor igazán jól sikerült. Így van, Enikő, így van. Uh-huh. Ági, ez is egy nagyon jó módszer, hogy vonalazol, pöttyözöl minden szín, ami van a képen, és aztán összeáll. Pontosan. Tehát ez mindig nagyon jó, hogy az ember látja, hogy, vagy azt veszi alapul, hogy milyen színeket lát a képen. És.
Én itt egy inci-fincit még rámegyek egy kis gesztenyével, mert most, amikor szárad, akkor lehet látni, itt a hölgyikék feje fölött ott van az a csík, a folytatás, hogy picit világosabb, ahogy megszáradt, és egy vékony réteg mindenhol elfér, mintha száraz ecsetelném. Akár ebből a kis gesztenyéből, egy nagyon jó kis árnyalat, ez egy kicsit narancsos-barna árnyalat. Így van. Aztán persze még lehet finomítgatni, de most egyelőre akkor ez, és akkor néhány tonna havat pakolunk rá. Mondjuk ezzel a hókristálypasztával. Amit egy ilyen festőkéssel kikapok, és már nyomom is oda. Mondjuk ennek azért kell egy kis száradás, de minthogyha egy ide esett volna a hó. Nézzétek, így. És úgy csinálom, hogy ilyen szabálytalanul. Aztán persze, tudjátok, hogy van a hópaszta is, ami teljesen fehér, és van a struktúrpaszta is, szintén fehér, csak finomabb szemcséjű. Van még a jégkristálytoll is, tehát hogyha valaki nagyon belefér az idejébe, mert nem utolsó pillanatban készíti, akkor jégcsapokat rajzolgathat. És ugye a szalvét, a szélét úgy rejtem el, hogy ráhúzom ezt a pasztát, minthogyha rengeteg hó esett volna rá. És akkor még ide egy keveset, és aztán a díszítés persze tényleg egyéni ízlés szerint, hogy hova teszünk még havat, hogy a nyakára is felhúzod, és mennyire. Én szeretem ilyen kicsit egyenetlenebbül rakni, de ez is mindenkire rá van bízva. Másképp viselkednek a különböző anyagok, mert ugye például a könnyű modellpaszta olyan, mint a tejszínhab. Ez pedig egy kicsit így csúszik lefelé, tehát van egy olyan hatása, mint amikor így megfolyik a hó a nagy mennyiségben. És akkor felhúzom, és elvékonyítom itt a nyakánál. És aztán, hogyha ez tényleg ajándék, akkor ide lehet körbekötni madzagot, rafiát, szalagot, vagy akár, ha megszáradt minden, akkor oda ragasztani egy kis műfenyőágat, apró termésekkel díszíteni. És akkor ezen a ponton pedig még itt alul elrejtem, megfesthettem volna itt a szalvét a tépésért, de szintén egy kis hópasztát odakenve el tudom rejteni a szalvét a szélét. Vagy hópaszta, vagy ez most ez a hókristály, amiben ugye egy nagyon kicsi csillámos szemcsék vannak, és akkor száradás után egy picikét megcsillan. Itt a lovak patája alá is, ahogy a hóbuckában. Igen.
No. Hát igen, azt én is nagyon sajnálom, hogy nincs hó, és hogy egyre kevesebbet van hó. Ugyanígy a lépcsőnél is egy kicsit ugye el lehet takarni egy kis hóval a hölgyek szoknyája, vagy lába alatt is egy kis hóbucka hangulatos. És lényegében azt mondhatom, hogy meg is vagyunk. Ez lett a kis gyors ajándékunk, amit tényleg egy egyszerűbb szalvéta mintával, de most mutattam nektek egy érdekességet az összefestésre, illetve összeállításra, tehát ez lett íme kész. Ugye megforgatom nektek, tehát ugye itt van az épület, a lovacska, a hölgyek, az épület toldása, amit megcsináltunk, mellette a hölgyek, tehát teljesen egy jó kis tájkép, és közben hóval díszítettük, a szalvéta széleket is egyszerűen hóval eltakartuk. Úgyhogy el is készült. Persze természetesen még itt lehet különböző helyekre ízlés szerint mindenki tehet még havat, akár pöttyöket is, hiszen itt a hölgyek ruháján látszik, hogy esik a hó, tehát azt a hókristálytollal ki lehet emelni. Ezt most én ugye nem tudom már lassan, hogy hol fogjam, mert még friss rajta az anyag. Úgyhogy ez volt a mai karácsony előtti utolsó kreatív technika óra. Utolsó pillanatos lesz mint ajándéka. Úgyhogy nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Igen, az a cél és akkor jó, hogyha valóban úgy néz ki, mintha egy darabból lenne, ahogy írjátok. Igen, ugye most vannak, itt érkezett egy kérdés, hogyha kupakot teszünk rá, akkor lejön a festék. Így van, azért a kupaknak az a lényege, hogy rászoruljon, és az azért elkezdi ledolgozni a festéket. Ugye ez egy olyan boros üveg volt, ami dugós. Ugye parafa dugóval minden további nélkül azt az elkészített forralt bort vagy puncsot is le lehet. Nyilván nem tűzforron tesszük bele, tehát itt azért benne van az, hogy majd az ajándékozott az majd felforralja magának, illetve felmelegíti magának, de igen, lejön a festék, tehát hogy a mostani csavaros-boros üvegeknél, igen, gondoljuk, hogy biztonságosabb az, hogy csavaros a kupak, akkor ott hagyjuk ki, ne fessük le a menetes részt, és akkor nem lesz semmi gond. Illetve mondom, tehát ez is tökéletes, hogy ledugózzuk. Ugye nem kell beledugni addig, vagy nem is fog sikerülni, mint a gyári dugós. Meg hát ugye természetesen egy telepalack üveget is meg lehet úgy díszíteni, csak levesszük, ugye leáztatjuk a címkét, levesszük ezt a fém zárót innen a nyakáról, meg a tetejéről, és ugyanúgy megdekupázsoljuk, hogy benne van a ledugózott bor. Tehát minden további nélkül el lehet ezt készíteni, mert fel lehet díszíteni, és oda lehet adni úgy, hogy én egyébként van, amikor úgy díszítem, hogy csak az elejét, és a hátulján meghagyom azt az eredeti címkét, amin ugye rajta van, hogy milyen bor van benne. És akkor így látja az illető, hogy mit iszik, mit kapott, de hogyha a körbe díszített, hát most azért a címke a legkevesebb, annak nincs nagyon jelentősége. No. Úgyhogy akkor én is köszönöm a részvételt, köszönöm, hogy velem tartottatok, még így karácsony előtt utolsó nap, és jövőre is várunk benneteket szeretettel, bár ez lehet, hogy még idén is lesz, azt nem tudom, hogy két ünnep között pihenünk-e, vagy hogyan alakul, de jó készülődést, sütés-főzést mindenkinek, most, hogy már az ajándékok és a dekupázsolások megvannak, és természetesen nagyon szép, meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok mindannyiatoknak, és egy boldog, nyugodt,
sikeres új évet. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!